deux tours de Notre-Dame de Paris. A két tornyot, amiről a műsorvezető beszél, innen a lakásból is látni lehet, mutatott ki az ablakon a Párizsban élő Roberto. Láttam, ahogy elborítják a lángok a Notre-Dame-ot. Én is azonnal kimentem, hogy mindenki más, hogy lássam, mi történik. Idézte fel a hétfő estét a férfi. Amíg ő és az egész világ bénultan figyelte, miként tombol a tűzvész a világ egyik legfontosabb műemlékének számító katedrálisában, a tűzoltók a helyszínen harcoltak az elemekkel és az idővel. Csak nem 500-an oltották az épületet egészen kett hajnalig, mire sikerült teljesen elfojtani a lángokat. Borzasztó, hogy majdnem a szemünk láttára pusztult el a katedrális, miközben éppen még szebbé akarták renoválni. Már semmi sem lesz ugyanaz, vélte Roberto. Guillaume szintén a Notre-Dame közelében lakik, ő is végigaggódta az oltást a helyszínen. Az Euronews tudósítójának arról beszélt, hogy számára végtelennek tűnt az az éjszaka, és egy másik tragédia emlékét is élénken felidézte benne. Arra a napra emlékeztetett, amely nem csak Franciaországot, de az egész világot megrázta. 10 éves voltam a World Trade Center elleni támadáskor. Ahogy most láttam a lángoló katedrálist és a huszártorony elpusztulását, ugyanazt éreztem, mint az ikertornyok leomlásánál, emlékezett vissza a férfi. A tűzvész másnapján az emberek folyamatosan érkeztek a katedrális közelébe, hogy a saját szemükkel lássák, milyen károkat szenvedett el a csodálatos műemléképület. Ugyanakkor örültek a rendkívüli ténynek, hogy a Notre-Dame mégis átvészelte a katasztrófát. Ez egy csoda. Még mindig áll. Évszázadokat, tragédiák sorozatát élte túl, és még mindig áll. Ezen a szent héten ebben jeladást kell látnunk, mondogatták egymásnak az összegyűltek. A francia kormány ígérete, hogy néhány éven belül helyreállítják a székesegyházat, valamelyest megnyugtatta a párizsiakat. Ugyanakkor arra is választ akarnak kapni, hogy egyáltalán hogy történhetett meg ilyen. Sokan még mindig teljesen fel vannak dúlva. A szörnyű képek a franciák egyik legfontosabb szimbólumáról, a Notre-Dame-ról örökre bevéste magát a város emlékezetébe.